Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Irodónk után magazinműsorunkat láthatják. Körülbelül egy hónappal ezelőtt kollégáim egy pelyhes erdei pinty fiókát találtak a stúdió előtti parkban, amelyet aztán körülbelül 3 hétig gondosan etetgettek, ápolgattak. A madármentéssel kapcsolatban sok kérdés merült fel, mi pedig megkértük a környék egyik madárszakértőjét, válaszoljon a kérdéseinkre. Most ezt láthatják. Köszöntöm a stúdióban ifjabb Vasuta Gábor természetfotóst, akivel a madárfiókák megmentéséről beszélgetünk. Június második felében kezd másodköltésbe a legtöbb énekes madár, ilyenkor sok fiókát lehet látni a parkokban, utakon, kertekben és az utcákon. Mikor van szükség a kiesett, fészekből kiesett fiókáknak a megmentésére? Hát tudni kell, hogy alapvetően ugye a madarak jól alkalmazkodtak az ember által átalakított környezethez. Maga egy városi park, mint mondjuk Ajkáról is beszélünk, szinte olyan, mint egy erdő, csak ugye jelen van az ember. És hogy tudni kell, hogy ezek a madarak nem minden esetben elárultak. Tehát lehet, hogy a szülők ugye ott vannak a közelben is, várják ugye a már kirepült fészekből kirepült fiókákat elességgel a csőrükbe. Leggyakrabban ugye ez bagolyfiókákra jellemző, hogy a bagolyfiókákat veszik észre az éppen a parkokban kiránduló vagy járkáló emberek, de akár a kis énekes madarakra, mint ugye esetünkben az erdei pintre is, érdemes ilyenkor, vagy célszerű ilyenkor egy kicsit körbenézni, hogy nincs ott a szülő. Tehát a legfontosabb szabály, vagy elsődleges szabály, hogy ezek a madarak ugye nem árvák, hanem a szüleik esetleg etetik őket, tehát hogy ott várakoznak rájuk. Persze ugye megjelenik az is, hogy az ember ugye átalakította már a környezetét, és egy újabb veszélyforrást, ugye macskákat is ugye túlszaporodtak, a macskák is túlszaporodtak, és ugye jelen van, mint veszélyforrás. Sajnos nem csak ugye városi parkokban, vidéken is, ugye kisebb településeken is nagyon sok a kóbormacska. Nyilván az ember ugye, hogyha jó szándékból próbálkozik védekezni egy elárult madárfiókát, ugye befogad és próbálja nevelgetni, akkor ugye ez is egy szempont, hogy félti a kis fiókát, de mindig a legjobb, hogyha a természetben hagyjuk, ugye, és a természetre bízzuk, hiszen ugye mi vagyunk jelen a földbolygón sokkal nagyobb számban, és ugye madarak, illetve az egyéb élőlények még kevesebben vannak, ugye hát főképp a madarakra gondolok. Az erdei pintjén és a bagyokon kívül milyen madarakkal találkozhatunk még Ajkán és környékén? Igen, tehát az utóbbi időszakban, utóbbi években, mondjuk 10 évben nagyon városi környezethez nagyon hozzászokott, úgynevezett, hogy úgy hívjuk, hogy urbanizálódott többek között az őrvösgalamb. Tehát korábban egy abszolút erdőlakó madárról volt szó, illetve inkább erdőszegélyek, bokros területeknek a madara volt. Hollandiában már akár, ha jól emlékszek, 30 éve már a városi parkokban megjelent, most ez a folyamat ugye itt figyelhető meg Magyarországon, főképp ugye Balatonfüred, de akár Ajkán is már megfigyelhető a városi parkokban az őrvösgalamb. Ezen kívül egyébként nagyon sok madár szereti, vagy kedvenc helye ugye az ember által létesített másodlagos élőhely. Ilyenek a pinyfélék közül a zöldike, a kenderike, a tengelic, akár a tengelic a falusi portáknak a falusi házak előtti fasorokon is fészkel. De hát folytathatnánk a sort ugye a fecskével, tehát a Molnár fecske ugye a városi épületeknek a épületeken fészkel. Egyébként ugyanilyen a sarlós fecske, nem egy szembetűnő madár, mert ugye sokat van a légtérben, sokat tartózkodik a levegőben, de viszont ugye a panel épületeknek a résében ő is, többek között ő is fészkel. Vannak-e ezek között védett madarak? Hát amiket most mondtunk, ez mind védett, ugye? Védett fajok. Szabad-e egyáltalán a védett madarat hazavinni, befogni? Igen, tehát ugye ez is egy jó kérdés, mert ugye a védett madarak tartása, bármely féle tartása ugye törvénybe ütköző, hiszen természetvédelmi értékük van. Ez az érték általában 5000 forinttól akár 1 millió forintig terjedő összegben mozog, tehát a fokozottan védett fajoknak az értéke az egy nagyobb pénzösszegben fejezhető ki, a védett fajok az egy kisebb, de hát ugye ezeknek a tartása hosszú távon ugye nem szabályos, vagy nem megengedett.
De gondolom a fiókáknak a megmentése nem ebbe a kategóriába tartozik, tehát gondolom nem büntetendő. Így van, így van. Tehát ugye itt lényeg az, hogy a fiókának, a általában énekesmadárnak a nevelkedési ideje az 2 hét. Na most, hogyha az ember ugye mondjuk 1 hetes fiókát talál, és mondjuk 1-1.5 hétig neveli, és utána elengedi, az ugye nem büntetendő. Na most tudni kell, hogy korábban ugye madarászok, amíg nem voltak védett fajok, meg amíg védett fajok is voltak, nem is madarászok, hanem madártartók voltak. Ugye volt egy óbudai madárpiac Budapesten, ahol tehát több énekes madarat is így kalickában ugye tartottak, árultak is, illetve hát nyilván ennek a korszaknak ugye már vége van, mert azért most már egyrészt kevesebb is a madár, másrészt pedig ugye ez is tiltott, tehát a tartásuk. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy megmenti a fészekből kipottyant madárfiókát, hogyan lásson hozzá, mire kell felkészülni, egyáltalán hogyan fogja meg, mivel táplálja a fiókát? Igen, tehát ugye kétfelé lehet egyrészt ezt a kört bontani, hiszen vannak ugye a magevő madarak, és vannak a rovarevők. Na most a rovarevőknek a táplálása az egy teljesen másképp történik, mint a magevőknek. Viszont ugye, amíg a fiókát először is ugye megfogjuk, vagy legalábbis ugye hát az ember a földön, vagy a bokor tövénél megtalált fiókát ugye hazavisz egy dobozba helyezi el. Lényeges ugye, hogy egy csipesz legyen kéznél, tehát egy kisebb méretű csipesz, ugye a énekes madárról, ha beszélünk, hiszen ez a csipesz helyettesíti a madárnak a csőrét, tehát a szülőnek a csőrét, és általában a mondjuk egy lisztkukacot, hogyha fölkínálunk, ugye egy kis mozgó kis jószág, ugye fölkínáljuk a madárfiókának, az, hogy csipesszel adjuk, vagy nyújtjuk feléje, akkor szinte imitáljuk ezáltal a madárnak a csőrét, tehát a fészek szélére érkező madárnak a mozgását, csőrét utánozzuk levele. Az énekes madarak és a magevők is fehérjével táplálják a fiókáikat, hogy egészségesen fejlődjenek. Uh-huh. Mi van akkor, hogyha nincsen otthon lisztkukac, vagy hol tudunk egyáltalán lisztkukacot beszerezni, hát, mivel helyettesíthetünk? Igen, ma már ugye állatkereskedésekben azért szerintem a lisztkukac az ugye több helyen beszerezhető, viszont ugye még ilyen táplálékforrás lehet, amit a madaraknak adhatunk, reszelt sárgarépa, alma, ugye az egyrészt ugye folyadékot is biztosítunk ezáltal, ugye a víz is nagyon fontos, ugye, hogy vízutánpótlás legyen, ugye ezt talán egy kis injekciós tűvet tudjuk, vagyis fecskendővet tudjuk a madárcsőrébe csepegtetni. Viszont ugye, hogyha rovarevők, még én mindig azt szoktam a legkönnyebben kivitelezhető dolog, hogyha szöcskéket, kisebb szöcskéket ugye egy réten fogdosunk nekik, és akkor ezeket ugye hazavisszük, és ezt is elfogadják, ezeket már főképp nagyobb méretű korban érdemes a fiókáknak etetni. Tehát ugye ez is egy természetes táplálásuk lenne. Szabad-e esetleg húst vagy tojást adni a madárnak? Hát ugye itt megint az, hogy milyen madárról beszélünk, mert például a baglyokat, azokat ugye hússal táplálják, tehát ugye a bagolyfiókákat, és lényeges, hogy mi a baglyok köpetelnek, hogy ezt a felkínált hús számukra eszett sárgarépába tekerjük, és úgy kínáljuk föl, hiszen ez egy rostanyag, és ezáltal a köpetelést elősegítjük a bagolynál. Ahhoz, hogy egy kismadár egészségesen fejlődjön, van-e szükség valamilyen kiegészítő vitaminra, például kálciumra, vagy ilyesmire? Hát végülis igen, kálciumot lehet a madaraknak adni. És ezt milyen formában? Hát azt hiszem por formájában beszerezhető, és akkor esetleg azt egy, ugye, amit táplálékot felkínálunk neki, bekeverjük, vagy rászórjuk mondjuk egy almadarabra például. A kismadarak már néhány nap alatt is nagyon sokat fejlődnek. Hogyan lehet az otthon nevelt fiókát önállósodásra késztetni? Igen, tehát ugye ez is egy kulcskérdés, hogyha ugye egy madarat befogunk, és utána ugye nálunk lesz, ezt vissza is kell vadítani. Na most most ezt idézőjelben mondom, ugye ezt a visszavadítást, tehát hogy a természetben ugye újra, hogy el kell, hogy foglalja a helyét. Érdemes egyébként ott, ahol ugye ottól a madarat befogtuk, vagy ottól a madarat ugye találtuk, oda visszavinni ugyanabba a környezetbe. Lehetséges, hogy már a testvérei, tehát ugye vagy a szülei, és ott tartózkodnak, és akár ugye rögtön találkoznak is vele.
Minél kisebb egy madár, ugye annál könnyebb a helyzet, de viszont egy nagyobb testű madárnál, tehát mondjuk sasoknál, baglyoknál, ugye nyilván nem találunk ugye ajkán, de ott ugye nem hiába vannak ezek a visszavadító helyek, ugye úgynevezett repdék, ahol ugye egyrészt repülni és zsákmányolni is tanulnak, tehát ugye nem rögtön kerülnek ki a természetbe, de én mindig annak a híve vagyok, ugye, hogyha találunk egy fiókát, az ott a helye, tehát a legjobb nem gyakorlatilag nem összeszedni a madárfiókákat, hiszen ugye ez is akkor egy része, megint egy olyan része, amivel ugye beleavatkoztunk a természetbe, és egy újabb veszélyforrás, ugye, hogyha hozzánk szokott madár, tehát hogy még egy két hétig ugye nálunk van, ami gondoskodásunkat ugye megszokja, sokkal nehezebben fog például mondjuk egy ragadozóval szemben, ugye, hogyha rögtön ugye kikerül megint újra a természetbe, mint veszélyforrás nehezebben fogja megismerni. Miből tudhatjuk azt, hogy egy fióka megérett a szabadon engedésre? Hát igen, ugye azt lehet látni, hogy tehát ugye, mint az erdélypinty esetében is, hogy láttuk, hogy azért ő már egy pár nap múlva, tehát 3-4 nap múlva elengedhető. Tehát ugye, hogyha tollai teljesen kifejlődtek, tehát ugye a faroktollak, a szánytollakról beszélünk, hiszen ugyanálok a legfontosabb a repülés, illetve a faroktollnak a szerepe a kormányzásban van. Tehát hogyha tollai ugye teljesen kifejlődtek, tehát olyan majdnem, mint már egy öreg madári, tehát ugye nem egy kis pelyhes fiókáról beszélünk, akkor érdemes. Most általában énekes madaraknál ez a ciklus, ez két és fél hét, ugye, amíg ők a természetben is, vagy kalickában van, hogy elérik ezt a kort. Milyen esélyei vannak az életben maradásra? Hát ugye erre ugyanazt tudom csak válaszolni, hogy mind a természetben is ugye megvan a veszély, de nagyobb annak a lehetősége, ugye, hogyha mi gondozzuk, hogy nehezebben vadul vissza a madár. Hogyha már elengedtük a madarat, hogyan segíthetünk neki például? Azt mindenki tudja, hogy télen ki lehet helyezni madáretetőt, eleséget. Nyáron van erre szükség, esetleg vízre? Igen, vagy igen, nagyon jó kérdés. Hát ugye mindig azt mondom, ugye a legelterjedtebb ugye a téli madáretetés, de van ennek egy, és van egy másik madárvédelmi tevékenység, a madáritató. Tehát ugye az elmúlt 10-15 évben ugye rengeteg, vagy nagyon sok forró nyár volt, ugye, tehát egyre melegebbek a nyarak. És sajnos a madaraknak ugye a víz az egy létszükséglet, ugyanúgy, mint ugye nekünk is az embereknek. Nem csak ivó, hanem ugye fürdő lehetőség is. Most ezeket a madáritatókat a legjobb a kertnek a olyan részére elhelyezni, ahol van egy kis bokor. Ugye ott, hogyha jön egy macska szintén, vagy akár mi is közeledünk felük, akkor a madarak ugye oda tudnak menekülni, tehát bokor tövébe kell. Másrészt ugye érdemes árnyékos helyre, ugye, hogy ne száradjanak ki. Megint lényeges, ugye, mint a téli madáretetésnél, ugye, hogyha már oda szoktattuk a madarakat, akkor ugye mindig a madárítató legyen vízzel feltöltve, és ugye nem csak inni, hanem fürödni is oda térnek. Egyébként télen is ugyanúgy működhet egy madárítató, ugye akkor lényeges, ugye, hogy ne fagyjon be az itató, hogy esetleg akkor arról gondoskodunk, ugye, hogy ha befagyott a vízfelület, akkor ugye azt eltávolítjuk, azt a jégréteget. Ha valaki beteg madarat talál, mi a teendő, kinek szóljon ilyenkor? Van-e esetleg Ajka közelében olyan madármentő intézet, akit elérhetünk? Igen, tehát ugye én is, vagy hozzám is, hogy többször fordulnak ilyen jellegű kérdésekkel. Én mindig fenékpusztát javaslom, ugye, tehát Magyarországon több gyűrűző tábor működik. Fenékpuszta ugye az Keszthely közelében van, tehát talán azért Ajkától nem egy olyan nagy távolság, és ott egy fiatal pár ugye egész évben jelen van, egész évben ugye ott vannak, és amellett, hogy ugye gyűrűző tábor működik, madaraknak tehát ugye sebesült madaraknak a gondozásával, visszavadításával, etetésével, táplálásával is foglalkoznak. Hát a Veszprémi állatkertet is tudom javasolni, mondjuk ott nekem ugye nincs olyan kapcsolatom, ugye most egy személy szerint nem tudom, hogy kit kell keresni, mondom a fenékpuszta talán, ami a legjobb, ott úgy kell képzelni, hogy a gólyától kezdve a gerészőn keresztül, tehát kisebb énekes madaraktól egész a nagy testű madarakig nagyon sok madarat megmentenek. Egy barátom például tavaly ugye talált egy dolmányos varjút, és őt is odavitte, és szerencsésen ugye fölépült, azt hiszem szánytörött volt az a madár.
És hát esetleg még arról lehet beszélni, hogy ugye, tehát vannak a madárfiókák, amelyek ugye azt gondoljuk, hogy árvák, viszont vannak azok a fajok, amelyek mondjuk autó által, vagy akár vonat autó által, vagy amilyen közlekedési eszköz által ugye elütnek, és, vagy akár nekirepül például karva egy ablaknak, és mondjuk a szárnya ugye sérült lesz, tehát törött lesz a szárnya. Ugye ott viszont nagyon fontos az embernek a segítségére, úgyhogy ha ezeket a madarakat megtaláljuk, hogy akkor ezeket olyan helyre juttassuk, hogy vagy egy állatkórházba, vagy pedig egy ilyen menhelyre, mint például mondjuk fenékpuszta. Egyébként fenékpuszta is sok esetben ugye olyan helyre küldi el, hogyha törött a madár, hogy akár a budapesti állatkertbe kerül a madár állatorvos kezében, vagy akár veszprémi állatkertben. Hogyan működnek ezek a menhelyek? Nekünk kell eljutatni oda a madarat, vagy így pedig van. Kihívjuk őket? Hát igen, saját maga kell. Tehát ugye ők is, ugye Menke Szabolcs és Paprika Anika, aki ott tevékenykedik, kis emberfeletti munkát végeznek, ugye mind a mellett, hogy egy kis családjuk, gyermekeik vannak, amellett ugye gyűrűznek is, hát ugye sok gyermeket is látnak vendégül, tehát akik gyűrűzőket, de ugye a mellett végzik ezt a madár menhelyet is, vagy ezzel is foglalkoznak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is.